Magyarország hetedik legnagyobb városa Nyíregyháza és az ország turisztikai térképén is előkelő helyet foglal el a szabolcsi megyeszékhely. Ebben a városban született Krúdy Gyula, Benczúr Gyula és Váci Mihály, itt épített kúriát a Kálai család, és a városban található az ország második legnagyobb evangélikus temploma is. A Sóstói Állatpark Európa egyik legjobbja, évmúzeuma díjat kapott a József András Múzeum, és országszerte ismerté vált a Vidor Fesztivál. Az elmúlt évek folyamatos fejlődését jelzi az is, hogy ez idő alatt Nyíregyháza több mint 30 turisztikai vonatkozású díjat nyert. Nyíregyházának nincsenek hegyei, nincsenek várai. Mégis van egy olyan hangulata a városnak, hogy egyre többen szeretnék felkeresni, egyre többen jönnek Nyíregyházára. Aki akár csak 20 évvel ezelőtt járt Nyíregyházán, nagy meglepetéssel érkezik újra a városba, hiszen egy nyüzsgő, egy örökképesgő várost lát, főleg nyáron. A turizmus központja Sóstó, azon belül is elsősorban az állatpark. A 35 hektáros tölgyerdőben több ezer állatfajtát ismerhet meg a látogató. Két évben is Európa legjobbja lett a nyíregyházi állatpark. Néhány perc sétára található a Sóstói parkfürdő, összekötve az Aquarius élményfürdővel. Ez a két egység összesen 22 medencével várja a pihenni vágyókat. A környék harmadik nagy attrakciója a Sóstói Múzeumfalu, amely szintén érdekes programokkal várja már a nyitást és a látogatókat. A turisták különleges környezetben, hagyományőrző és gasztronómiai rendezvényeken keresztül ismerhetik meg a térség szokásait. A belvárosi kulturális élet is egyre színesebb Nyíregyházán, számos új épület és lehetőség várja az ideérkezőket. Kialakult egy úgynevezett kulturális negyed. Nagyon szeretnénk megmutatni a látogatóknak azokat az attrakciókat, amelyeket itt az utóbbi években nyitottunk, illetve amelyek nyitásra készek. Ilyen a Kálai ház, amely nem csak a Kálai család gyűjteményét mutatja be, hanem helyszínt ad egy nagyon izgalmas és érdekes interaktív várostörténeti kiállításnak is. Számos újdonsággal várjuk a látogatókat, ilyen lesz a Kálai ház mellett a Szimbád, vagy említhetném az állatpark legújabb attrakcióját, az India házat. Két hotellel is gazdagodott a város az elmúlt években. Nyíregyháza legújabb szállodája, a Hunges Hotel Sóstó például nemzetközi Kristál Lótusz díjat kapott. A szállás.hu versenyén pedig az egyedi tematikus Pangea Hotelt ismerték el több kategóriában is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében rendkívül jó vízitúra útvonalak vannak, de kerékpártúrák szempontjából is rendkívül fejlődő és népszerű a vidék. Keresik az emberek azokat a sík, nagyon könnyen megközelíthető, nagyon könnyű prédákat, olyan vidékeket, ahol nem okoz kellemetlenséget a földrajzi megközelítés, és ez a Felső-Tisza vidék szempontjából nagyon jó. Ha megnézzük azt, hogy itt ugye a folyók töltések mentén körülbelül 300 km, 250-300 km aszfaltozott töltéskorona van, akkor talán kimondhatjuk azt, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vagy a Felső-Tisza vidék, nevezzük inkább most ezen a néven, Magyarország egyik legkomolyabb kerékpáros infrastruktúrájával rendelkezik. Nyilván ez nem bicikli utaknak épült, tehát nem kell rácsodálkozni, hogyha töredezett bizonyos pontokon, vagy nem a klasszikus kerékpárút méretekkel és paraméterekkel rendelkezik, de a forgalomtól teljesen függetlenül lehet rajta, rendkívül biztonságos. Ennek csak talán annyi kitörét érdemes, hogy például a kerékpáros vándortábornak ez az egyik legnépszerűbb, az országban körülbelül 10 vándortábor helyszín működik, és emiatt nagyon szívesen hozzák a pedagógusok ide a diákokat, mert nagyon-nagyon biztonságos, és még egyszer hangsúlyozom, hogy könnyű. A kerékpáros túra ezek mellett még látványos is, mivel rendkívül szép a természeti környezet. Egy új túraútvonalat is kitábláztak a közelmúltban, így Záhonytól egészen Debrecenig lehet biztonságosan tekerni egy körülbelül 300 km hosszú szakaszon.